Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Már hallom a kormánypártiak flegma beszólásait, de az a javaslatom, hogy válaszoljanak egy kérdésre. Igaz-e, hogy önök még a piaci áru rezsin is nyerészkedni akarnak? Igaz-e, hogy megtartják azt a 27%-os áfatartalmat a piaci ár felé is elvitt rezsiszámlákon, ami most is egyébként ott van a legtöbb tényező esetében? A rezsicsökkentés eltörlése helyett önöknek ma itt arról kellene beszélni, hogy hogyan és mitől nyugodjanak meg a családosok, a gyermeket nevelők, a nehéz szociális helyzetben lévők és azok a honfitársaink, akik az önök teljesen átgondolatlan, kidolgozatlan, egyszeri benyögésük után most azt érezhetik, hogy egy tökéletesen bizonytalan helyzetben nem ad nekik senki eligazodást, kapaszkodót, és jól érzik sajnos. A helyzet az, hogy minden rezsiszámlán ott van az áfa. És most látom, hogy böngészik a kis papírjaikat, de nagyon-nagyon egyszerű végig gondolni azt, hogy milyen választ kellene most adniuk. Ha 27% áfa van egy rezsiszámlán, és az a rezsiszámla 2-3-szorosára növekedhet, akkor a kormány által realizált áfabevétel is többszörösére fog növekedni. Azok után, hogy a családok többet fizetnek, több terhük lesz, önök fogják zsebre tenni a különbözet egy részét. Ha van önökben tisztesség, a gúnyos benyőgések és a nagymellényes beszólások közepette egy dolgot jelenthetnek ma, itt és most be. Azt, hogy nem tartanak igényt arra a plusz áfa bevételre, ami azon keletkezik, hogy magyar emberek kényszerből irreálisan többet kell, hogy befizessenek. Ha van önökben tartás, akkor még azt is megnevezik, hogy ezt a be nem szedett áfa bevételt hogyan kívánják majd a magyar embereknél hagyni, vagy éppen hogyan kívánnak egyoldalú segítséget nyújtani azok számára, akik gyermeket nevelnek, dolgoznak, viszik ezt a nemzetgazdaságot a hátukon, de most bizonytalanságban vannak azt illetően, hogy mit hoz számukra az ősz. Egészen elképesztő, ha tipikus példákat nézzünk, vidéki család, aki állatok gondozásából tartja fenn magát, most nagyjából 65.000 forintot fizet az áramért. Az új számítások szerint, részletszabályok nélkül, mert önök még azokat sem tudták letenni az asztalra, 400.000 forintot is fizethetnek, ennek csak az áfatartama több mint 80.000 forint. Csak az önök által beszedett áfa több lehet ezen család esetében, mint amit eddig összesen fizettek az áramfogyasztásuk után. Gyermekes házaspár Budapest agglomerációjában, Kádárkockában élnek. Az eddigi nagyjából 19.000 forintos számla helyett, csak a havi gázszámla 41.000 fölé mehet. Számolgassák ki, hogy mennyi ebből az áfa. Azt látják, hogyha igaz az, amit önök felfestettek a nem túl fényes égre, akkor az az áfa többlet, amit a magyar emberek befizetnek, több százmilliárdos nagyságrendű lehet. Az önök dolga most az lenne és arra szorítkozna, hogy kijelentsék, hogy nem tartanak igényt magyar emberek plusz befizetéseire egy ilyen katasztrófa helyzetben, sőt még megtolthatnák azzal is, hogy hogyan segítik ezeket a magyar embereket. És érdemes lenne választ találni egy kérdésre, talán a sok minősítgetés és szikladobálás között, államtitkári szinten erre is lesz lehetőség. Önök tényleg ennyire kaotikusan kormányoznak, tehát nem tudták, hogy ez fog következni? Vagy pedig amikor itt önökkel a költségvetési vitában erről összecsaptunk, akkor tudatosan hazudtak nekünk. Ugyanis az önök költségvetési tervezetében 30%-kal több áfa bevételre számítanak. 7100 milliárd forint áfát kívánnak Magyarországon behajtani a következő költségvetési évben. Még most két hete is jelezték, hogy még 20 milliárddal több áfát szeretnének elkérni a magyar emberektől. Ez benne van az egyik indoklásukban. Tehát tudták önök előre, hogy ez a 30% plusz áfa, ez már a piaci áru rezsicsökkentésből ered, és az ember többletbefizetéseit tartalmazza, vagy egész egyszerűen hasra ütésszerűen azt mondták, hogy nem tudjuk, mi következik, de most 30%-kal több áfát fogunk beszedni. Melyik állítás igaz a kettő közül? Egyik rosszabb, mint a másik. A káosz kormányzás lehet, hogy még rosszabb, mint hogyha tudatosan hazudtak, mert abban van már némi rutinunk és tapasztalatunk. A helyzet az, hogy ha önökben van felelősségérzet, most első körben a gyermeket nevelő családosok felé fordulnak, azt mondják, hogy nem csak nagycsaládos kedvezmény lesz majd egyszer kidolgozva, mert az egy gyerek is gyerek, a két gyerek is gyerek, és minden magyar gyermeket nevelő család számára garantálják azt, hogy nem fog nagyságrendekkel többet fizetni, mint eddig. Ez lenne a felelős magatartás, és utána meg kellene oldanunk a kata kapcsán előállt problémát, és azt, hogy egy tipikus élethelyzetben lévő család ne érezze a lét alapját fenyegetve. Mert ezekben a pillanatokban ez történik, teljesen mindegy, hogy kinek van igaza, egy kormány, ha ezt az érzetet idézi elő emberek tömegeiben, alkalmatlan a feladatára, azt várom el tehát önöktől, hogy jelentsék ki, nem hajtanak be a piaci áru rezsi miatt több áfát a magyar emberektől, a gyermeket nevelőket pedig biztonságba helyezik, nem holnap után, hanem itt és most. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm.